Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! A Krisztus nevében című sorozatunk 6. előadásához érkeztünk, és a Jézus Krisztus nagy apokaliptikus beszédének 3. fő részéhez. Mit is tárt fel Jézus ebben a hatalmas beszédben, amelyet az olajfák hegyén mondott? Hogy az emberi történelem egyszer egy gyógyíthatatlan válság sorozatba fog beérkezni. A válság egyszer lesz a természeté, a társadalomé és az egyes lelkeké. Egyszerre lesznek földindulások, háborúk mindenfelé. Egyszerre mond csődöt az ember immunrendszere, betegségek teperik le az embereket. Az emberi történelem egy soha nem látott válságba jut, amelyről Dániel könyve 12. fejezete így emlékezett meg, hogy olyan nyomorúságos idő lesz, mint amilyen nem volt mióta nép kezdett lenni a Földön, és nem is lesz soha. Ebben a válságban, folytatta Jézus, az emberiség összefogást hirdet, és emberi erővel akarja legyőzni a válságot és meghosszabbítani a földi létezés napjait. Ugyanakkor az igazi megoldás mindig az Istenhez való térésben, a megtérésben van. A Biblia mind a 66 könyve erről beszél. Csak Isten tudja megoldani a rosszban, a bűnben toporgó világ problémáit és minden egyes emberi élet problémáját. Ez a válság, amelyben a világ összefogást hirdet, ez egyre halad előre, és az összefogás hívei mérhetetlenül gyűlölik azokat, akik nem vesznek részt ebben az összefogásban. Gyűlölik, és lesznek mártíromságok is, hiszen Jézus arról is szólt, hogy meg is ölik őket egy adott helyzetben és egy adott pillanatban. És ugyanakkor a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Lehet, hogy a mutatók szerint a válságot túléli a világ, egyik nap jön a másik után, de lelkiekben, erkölcsiekben szétzűlő világ, egyre inkább a szakadék mélye felé hulló világ képe rajzolódott ki előttünk. De itt van a 3. szakasznak a csodálatos nagy fényessége. Itt van az, amit Jézus így mond, és itt egyetlen egy mondat vezeti be ezt a 3. szakaszt, és ez is a legfontosabb mondat, a többi már ehhez adott profétikus jelzés és részletezés. Az Isten országának ez az evangéliuma, hirdetetik majd az egész világon, bizonságul minden népnek, és akkor jő el a vég. Az egész világon hirdetetni fog az evangélium, bizonságul minden népnek, és csak akkor jön el a vég. Egyrészt egy óriási kijelentés, hogy az Isten szeretetét világosan mutatja ez, hogy Isten még a legnagyobb zűrzavarban is, a legnagyobb földi káoszban is mindenkihez el akarja juttatni az emberhez méltó választást, elő akarja idézni, hogy mindenki döntse el, hogy Isten mellett van, Istenhez akar-e térni, vagy hisz-e a földi embernek, akinek egy lehellet van az orrában, a földi embernek az összefogásában, vagy a földi ember fenyegetéseiben, amelyek azokra zúdulnak, akik nem hisznek ebben az összefogásban. Isten mindenkihez el akarja juttatni az igazi evangéliumot. Ez az evangélium, ami a Bibliában van. Nem amit emberek, emberi szervezetek fölhigítanak, elvesznek, hozzátesznek. Ez az evangélium, ami a Bibliának az evangélium, az egyedül igaz Isten evangéliuma, ahogy mondta Jézus János evangélium a 17. fejezetében, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Isten, és akit elküldtél, a Jézus Krisztus. Mert sok Istenről beszélnek, sok Istenkép lesz a forgalomban, sok hamis próféta támad, sokakat elhitetnek, de ebből a zűrzavarból diadalmasan, a hangzavarból csodálatos módon kiemelkedik egy egészen más beszéd, egy tiszta szó, az igazi evangélium, amelynek világánál mindenki dönthet jobb és bal között, hogy Istenhez tér, az Isten szava szerinti megtérésben vesz részt, vagy pedig egy emberi üres ígérgetéseknek hódol, és azokat követi.
Ez az evangélium, és bizonyságul fog hirdetni. Jézus még ezzel a kis kifejezéssel azt is érzékeltette, hogy Isten egészen közel viszi minden egyes ember lelkiismeretéhez, értelméhez az evangéliumot, hogy az bizonyság legyen neki. Ne üres szó, ne csak emberek által hirdetett beszéd, hanem minthogyha a Szentlélek szólítana meg utolsó nagy kegyelmi hívással minden egyes embert, hogy ember, élni akarsz? Isten törvényei szerint akarsz élni? Vagy pedig az emberi törvények és az emberi ígérgetések szintjén akarsz megmaradni? Te a teremtődet követed, vagy egy másik teremtményt követsz, akit felhasznál valaki eszközül, hogy Istentől eltérítse? Hatalmas dolog lesz ez, hogy az Isten országának ez az evangélium is méghozzá bizonyságul, és minden népnek, aki mindvégig állhatatos marad, üdvözül, fejeztük be az előző előadás végén a 13. vers, amire jön most ez a 14. vers, vagyis mindvégig állhatatosnak kell lenni. Hinnünk kell erősen ebben az ígéretben. Ma sokaktól hallom, hogy hát ennek nem látom a körvonalait, hogy az egész világon minden népnek, hát 7 milliárd ember él, hát a kereszténység és az igazi kereszténység, a bibliai kereszténység közel sem jutott el minden egyes emberhez. Hogy fog ez beteljesedni? A Bibliában sok ilyen példát találunk, amikor Isten megpróbálta azokat az embereket, akik gondolkozó emberek voltak, körbenéztek, hogy mi van a világban, de nem felejtettek el az ő szavára figyelni, és az ő szavának jobban hinni, mint a körülmények erejének. Most is erről van szó. Isten be fogja teljesíteni ezt az ígéretét. Ma, ha nem látnánk semmit is ebből az ígéretből, akkor is be fogja teljesíteni, de azért valljuk be, azért látunk egymást. Látjuk azt, hogy leépült a keleti blokk, az ateizmuson alapuló világrendszer. Most már egypólusú világban élünk, nem kétpólusúban, ennek minden előnyével és hátrányával. De ami ebből a szempontból érdekes, hogy ma már az evangélium olyan országokba is eljut. Kínába, Oroszországba, Kubába, bárhova, ahol elképzelhetetlen lett volna. Elvégre nem is olyan messze tőlünk, még a 80-as években is WC-papírt csináltatott egy diktátor azokból a bibliákból, amelyeket Nyugat-Európából küldtek ebbe az országba. Ki merte volna feltételezni, hogy ma a világon a legtöbb bibliát Kínában nyomtatják, több száz milliós példányszámban, amelynek egyik része Kínában maradt, tehát kínaiul jelenik meg ott a Biblia, más része, más nyelveken, a világ minden részébe eljut. Ki merte volna ezt föltételezni Mao Tse-tung korszakában, vagy a későbbi vérengzések időszakában, hogy Kína lesz a világon a legtöbb Bibliát előállító ország. Vagyis nem csak a kínai árucikkek lepik be a világot, nem csak a kínaiak mennek el a világ minden országába, hanem a Biblia is Kínából terjed el, abból az országból, ahol még azért az emberi szabadságjogokat, és főleg a lelkiismeret és vallás szabadságjogát nem a legpéldamutatóbban tisztelik. Vannak tehát már előzményei ennek. Az állam és egyház szétválasztásának, a középkor megszüntének az elmúlt 200 évben, hogy Isten elkezdte építeni módszeresen ezt az utat, aki a bibliai proféciák alapján látja a történelmet, az láthatja, hogy mennyi munkája van annak az Istennek ebben, aki nem erővel, nem hatalommal, hanem az ő lelkével tör utat afelé, hogy a jövendőlései beteljesedjenek. Istennek minden jövendőlése beteljesedett, vagy beteljesedik, vagy be fog teljesedni. Istentől nem tér vissza semmi, amit kimondott terméketlenül. Isten kijelentései mindig beteljesednek, és milyen boldogok azok az emberek, akik hallgatják, olvassák-e prófétálás beszédeit, mert az idő közel van, és a mi életünkben is beteljesedik az, hogy a mi országunkban, a mi tájegységünkön belül is egyre több emberhez, a Kárpát-medencében is 4-5 millió példányszámban már eljutott a Biblia szinte mindenkihez.
Nem ott van a baj, hogy a Bibliát nem lehet terjeszteni, és ne lenne már minden családnál Biblia. A baj ott van, hogy az emberek restek elővenni a Bibliát, és inkább hallgatnak emberek szavára, mint az Isten szavára. Míg azok is, akik formálisan elismerik, hogy a Biblia Isten szava, mégis emberi vélemények fogságában vergődnek, emberi tekintélyekre adnak, és nem az Isten kijelentett igéjére. Fülep Lajos, aki a magyar gondolkodás egyik nagy személyisége volt, egy időben református lelkészként is működött Baranya megyében, ő írt az 1910-es évek végén egy nagyszerű tanulmányt, amelynek ez a címe az élet értékei. Fölveti ennek a tanulmánynak az elején, hogy a 20. századra hogy fognak majd emlékezni az emberek, azok az emberek, akik a következő századból nézhetnek már vissza rá. Hát már mi is ebben a helyzetben vagyunk, vajon mi hogy értékeljük a 20. századot? Fülep Lajos nagyon világos látással előre megnevezte. Azt mondta, hogy a 20. századot nem annyira a technika századának fogják nevezni, bár a technika fejlődése leírhatatlan a 20. és hát a 21. században is. A 20. század így vonul be az emberiség történelmébe, hogy ez a kényelem százada. Az emberek a legnagyobb értéknek a kényelmet tartják. A nyugodt, kiszámítható életet, a minden komforttal ellátott otthont, hogy legyen meg anyagilag is és lelkileg mindenem a magam intim szférájában, a magam kis környezetében, mert így érzem jól magam. A 20. században vonult be az emberiség történelmébe legnagyobb értékként, hogy jól akarjuk érezni magunkat, hogy nem akarunk anyagi gondok között élni, és főleg a testi javak tekintetében azt akarjuk, hogy kiszolgáljon, ellásson bennünket a világ. És amikor Fülep Lajos ezt részletezi, és elmondja, hogy ennek nevében, ami persze az emberi lustaságra épít, az emberi kényelem szeretet épít, a 20. századi emberrel mindent meg lehetett csinálni, mert néhány ezer forintért eladta az édesanyját is, mert minden gazságot elkövetett csak, hogy több legyen a konc, és többet ehessen, és jólétben élhessen. Miután ezt végigelemzi, fölveti azt a kérdést tanulmánya végén, hogy elég a jólét az élethez? Az életnek a legnagyobb értéke a jólét? Ha jól élek, akkor jól élek? És azzal fejezi a tanulmányát, hogy az előző századok azért voltak szerencsések, mert az előző századokban az élet szintjét magasabbra helyezték. Nem azért élünk, hogy együnk, hanem azért eszünk, hogy éljünk, mondták régebben. A jólét kevés az élet értékének és céljának megtalálásához. Az életnek magasabb rendeltetése van. Az életnek, ha most szójátékot akarok faragni ebből, nem a jólét a legmagasabb célja, hanem a jól lét, hogy jóságosak legyünk, hogy a másik embert szeressük és adjunk neki, hogy elismerjük a lelkiismeret törvényét, nem csak másokra, magunkra nézve is, hogy amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, mondta Jézus, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és ez a proféták. Ha valaki ezt elismeri, és ha jót vár a másik embertől, ugyanezt a jót megadja neki, sőt kezdeményezi a jót, sőt nem vág vissza, hanem kap jót, hanem megmarad a jót tevésben, tehát a jól lét, a jóság. Igen, ennek elérése az életnek a legmagasabb értelme, és a Biblia is ezt mondja, hogy az így felfogott élet tesz méltóvá bennünket. Nem csak ebben az életben a boldog életre, hanem az örök életre is. Hogy Isten is így gondolkodik. Isten azért ad nekünk életet, hogy eldöntsük, hogy most pár évtizedig jólétben akarunk élni, vagy jól élve, helyesen élve, az ő törvényeihez ragaszkodva örökké akarunk-e élni. Azért születtünk a világra, hogy néhány évtizedig jól éljünk, vagy azért születtünk a világra, hogy eldöntsük,
hogy mi szeretnénk-e rendeltetésszerűen használni az életet, szeretnénk-e az élet törvényeiben összhangban, egy örökké valóságban is élni és létezni. Az evangélium ezt állítja elénk. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Elveszés vagy örök élet, e között van a nagy választás, e közötti választást földi könyvek nem tárják föl előttünk, földi iskolában nem erről tanítanak bennünket, ezt egyedül a Biblia állítja elénk, hogy vagy elveszésre szavazol, vagy örök élet mellett döntesz, vagy végképp ki akarsz lépni a teremtményi rendből, vagy Istennel és az igazságra törekvő emberekkel szemben egy örökké valóságban is együtt akarsz élni. Ez az Isten országának az evangéliuma. Ez fog hirdettetni bizonyságul minden népnek. Egyszerűen, megszólító erővel és nagyon gyorsan. Mert a világ fejedelme nem viselné el, hogy ezt az evangéliumot huzamosabban az ő területén, az ő felség területén hirdessék. Sátán érzi, hogy kevés ideje van hátra. Érzi, hogy el akarja hitetni, ha lehet a választottakat is. Utolsó rohamra indul, az egész föld kerekségét el akarja hitetni. Ne felejtsük el, Jézus az első két szakaszban mindegyikben beszélt arról, vigyázzatok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Sokan jönnek az én nevemben, sokakat elhitetnek. Második szakaszban is azt mondja, hogy sok hamis próféta támad, sokakat elhitetnek. Itt a harmadik szakaszban a nagy evangélium hirdetés után pedig rátér egy olyan hatalomra, amelyről Dániel könyve 7. fejezete kezdett először részletesen beszélni, amely hatalom minden eszköz kihasználva az embereket kényszeríteni akarja Isten nevében önmaga imádására. És ez önmaga mögött áll valaki, aki a világ fejedelme akar lenni, és aki a nagy hatalmát és erejét adja ennek a hatalomnak. Itt kell kicsit félbeszakítanunk a menetet, a gondolatmenetünket, és azok számára, akik türelemmel, szeretettel, szeretnék megérteni, hogy Jézus mit üzen nekik. Itt egy kicsit el kell beszélnünk erről a hatalomról, amelyről a Biblia több mint 20 döntő proféciát mond ki Dániel könyvétől, Jézus apokaliptikus beszédén át, a II. Tesszalonikai levélen keresztül, egészen a Jelenések könyve 12-től a 20. fejezetéig, arról a hatalomról, amely a bibliai proféciáknak egyik főszereplője, amely nem válogat az eszközökben, amely ugyanaz, mint Sátán hol ordító oroszlán, hol világosság angyala, hol keményen kényszerrel akarja az embereket hajtani a maga céljai felé, hol bájolja, ámítja, igézi, megigézi őket, vagyis ugyanezt teszi ez a földi hatalom is, amely egy időre visszaszorult a történelemben, erőszaktételt annyira közvetlenül nem alkalmazott, elővette tehát a másik eszközét, az ámítást, a bájolást, hogy aztán a kettőt egyesítse a végső időkben. És ez az a fenevad, vagy a pusztító utálatosságnak nevezett Dániel könyvétől a proféciák főszereplőjeként számon tartott hatalom ebben a történelemben, akiről Jézus Krisztus itt a harmadik szakaszban megemlékezik. De ennek tárgyalásához vissza kell térnünk Dániel könyvéhez, el kell gondolkoznunk azon, amit eddig már erről a hatalomról elmondott a Biblia. Ne felejtsük Jézus kijelentését, akiről Dániel próféta szólt, ki az a Dániel próféta, mi az ő profétikus könyvének a jelentősége, aki olvassa, értse meg. Itt átadjuk a helyet és a szerepet egy kissé közbeékelve Dániel próféta könyve magyarázatának. Köszönöm a figyelmet!